Üdvözletem, Necrocream vagyok, és végre lejárt az 5 napra, rengetegen szavaztatok, rengetegen néztétek meg a videót a közös napról, remélem rengetegen is ott lesztek, és természetesen az 5. nap végére már kiderült, hogy melyik játék lesz a győztes, talán sokatoknak egyértelmű, de hát azért voltak itt meglepetések, azt még ugye most elárulom, ugye szeptember 1-e, az óra, tehát amikor kezdünk, az 10 óra lesz, tehát magyarországi idő 10 óra, hogy senkit ne tévesszük meg, magyarországi idő 10 órakor kezdődik szeptember 1-én, mindenkit várok a TS-en, információk a leírásban és információk a videó végén is ott lesznek, hogy mindenki oda tudjon találni. De egyelőre most térjünk rá egy kicsit a lényegre és beszéljünk a győztes játékokról, szóval lássuk csak, 1, 2, 3, 4, 5 játékra jött igazán komoly szavazat, hogy úgy mondjam. Az utolsó helyen a Black Ops szerepel, az első rész 3 szavazattal, a követi 5 Modern Warfare 3 14 szavazattal, MW2 15 szavazattal, és itt jön a nagy két győztes, vagy verseny, vagy bla 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 bla. A lényeg az, hogy Black Ops 2 van a második helyen 37 szavazattal, és COD 4 van az első helyen 38 szavazattal. Ezek a szavazatok mind Facebook és YouTube együttesen, szóval COD 4, Black Ops 2 között csak egy szavazat eltérés van, de a szavazatot lezártam, most már hiába szavaztok. De viszont úgy gondoltam, mivel hogy azért elég egyforma arányban vannak ezek a szavazatok, így aztán szeptember 1-én 9 órakor Black Ops 2-vel fogunk játszani, és szeptember 2-án COD 4-jel fogunk játszani, mégpedig úgy, hogy be fogtok jelölni X-Fire-ön, és bejelöltek X-Fire-ön, mindenkit visszajelölünk, szerver valószínűleg nem lesz, de megszállunk egy üres szervert, és akkor tudunk játszani TS-re. Föl lehet menni, ott van a leírásban, ott vannak az adatok, hogy hogyan kell a COD 4-et feltelepíteni, arról is ott hagyok a leírásban egy linket, egy saját videót, ott meg tudjátok nézni, hogyan kell ezt intézni. Nos, akkor még egyszer mondom, a Steamen a bejelölés hogy fog működni, mivel ugye Black Ops 2-vel fogunk játszani, Steamen a bejelölés úgy fog működni, hogy létrehoztam egy csoportot, amit megtaláltok a leírásban, a nevet, a rövid nevét, a becenevét magyarul, és a linket is, tehát September Necrocream az a csoport neve, az elmondom, rövid neve a Szepnek, szépnek is lehetne, de Szepnek, és ott lesz a link is, amivel csatlakozni. Csatlakoztok ehhez a csoporthoz, tehát nem kell engem bejelölni, nem kell bejelölni, csatlakozni kell a csoporthoz, és akkor fogunk tudni közösen játszani. Nos, nagyjából ennyi lenne, szóval még egyszer mondom, szeptember 1-én 9 órakor kezdődik, ahhoz, hogy tudjatok játszani velem Black Ops 2-vel, csatlakozzatok kell a csoporthoz, amit létrehoztam szeptember Necrocream, az adatokat megtaláljátok a leírásban, itt YouTube-on és Facebookon is meg fogjátok találni. Szeptember 2-án ugyancsak ebben az időpontban ilyen 9 órai kezdéssel COD 4-ezni is lehet velem, hogyha szeretnétek. 9 órakor fölmegyek TS-re, akik ott lesznek, azokkal fogunk játszani COD 4-et, azok X-Fire-ön jelöljenek be. Aki nem tudja, hogy mi az az X-Fire, ott hagyok egy linket a leírásban, Google segít bármi. COD 4 telepítésről ott hagyok egy linket egy leírásban, és meg tudjátok oldani, azt hiszem, hogy föltelepítsétek. Azért elég komoly verseny alakult ki a két játék között. Először Black Ops 2 vette át a vezetést kőkeményen, de utána a COD 4-esek beindultak, és hát azért azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten igazuk van, mert a COD 4 azért mindenkinek elérhető tud lenni, és most már azért mindenkinek van hozzá vasa, hogy egy megfelelő játékélményen játszon. De hogy senki ne legyen szomorú, mint mondom, akkor indítunk egy Black Ops 2-vel, és befejezzük másnap egy COD 4-gyel, utána én megyek Görögországba, úgyhogy két hétig nem fogjátok hallani a hangom, ilyen két hétig, valami hónapig nem fogjátok hallani a hangomat, úgyhogy
ezt az alkalmat kihasználjuk. A tavalyi év nekronap az elég jó volt, vagy nekropinnak, nem is tudom, találjatok ki egy nevet ennek a napnak, és akkor igyekszem megtartani minden évben, amíg folytatom ezt a videózgatást. Szóval nem is tudom, elismételjem még egyszer, szóval minden adat ott van a leírásban, szeptember 1, 9 óra és szeptember 2-a 9 óra, ugye szeptember 1-én Black Ops 2, 2-án Code 4. A csoportot kell fölvenni Steamen, tehát létrehoztam egy csoportot, ne jelöljetek be, szeptember Necrocrime a csoport neve, ahhoz a csoportos csatlakozatok nyilvános. Ja igen, pályarotációról akartam beszélni, illetve hát nem pályarotáció, hanem játékos rotációról, mivel hogy tavaly évben azért viszonylag okosan megoldottuk ezt, most is szeretném ezt kivitelezni. Black Ops 2-ben ez úgy fog kinézni, hogy mondjuk 20 percenként, vagy ha fél óránként cseréljük az embereket, szóval valószínűleg Maverick ott lesz, mint nekem segítség, ő lesz a host, és a másik házigazda, Sufni is ott lesz, hogy rend legyen és fegyelem, és én is ott leszek, hogy ökörködjünk. Szóval, röviden szólva, tehát ő lesz a host, és hol rá fogtok majd csatlakozni, azért mert neki elég jó internetje van, tehát optikai nettel azért mindenkinek a pingem talán megfelelő lesz, így aztán egy normális játékot tudunk biztosítani Black Ops 2-ben, de viszont az emberek rotációjáról gondoskodni kell, és ahhoz titeket kérlek, hogy erre figyeljetek. Mindenkinek, aki akar jönni játszani, jutni fog egy fél óra, és fél óránként megy a rotáció. Tehát ez az időpont, tehát körülbelül... Szóval mindenki belőheti nagyjából, mikor akar jönni játszani, vagy megbeszéltek egy időpontot ott fönn teljesen, de mint mondom, az mindenkinek jut egy fél óra, egy 20 perc, és akkor cseréljetek, tehát engedjetek másokat is játszani, tehát legyen meg az a rotáció. Mindenkinek jut egy kevés, de legalább jut. Code 4-ben természetesen tavaly is nagyon jól megoldottuk, tehát fönt voltunk a szerveren, amikor szóltam, hogy az engedjünk másokat is játszani, akkor persze volt, aki elment, lelépett, és akkor jöhetett más. Szóval ez így rendben volt, de Black Opsnál azért azt hiszem, hogy ennél ügyelni kell, hogy mindenkinek legyen egy kis lehetősége, úgyhogy arra megkérek mindenkit, hogy ügyeljen arra, hogy legalább mit tudom, 20 perces játék legyen, vagy fél órás játék maximum, és akkor adja hát a helyét másnak is. Nos, azt hiszem nagyjából ennyi lenne, ne felejtsétek el, szeptember 1-e 9-10 óra között, magyar idő szerint 9 és 10 óra között, és ez el fog tartani egészen délutánig, úgyhogy mindenkinek lesz alkalma játszani. Szeptember 2-a Code 4, ugyanez 9 és 10 óra között, legalábbis én akkor fogok megjelenni. Steamen felveszitek a szeptember Necrocrime csoportot, tehát csatlakoztok ez a csoporthoz, nem bejelöltök, hanem csatlakoztok ez a csoporthoz, és akkor végül is indulhat a móka, a Code4-nél meg megszállok a szerver. Minden adatot megtaláltok itt a videó alatt a leírásban, és Facebookon is ott lesz. Nos, szeptember 1-ig elég izgalmas napok fognak telni, mindenki készüljön, én is begyakoroltam, hogy minél profibnak tűnjek, de azt mondom, esélytelen. Nos, következő videóig. Sziasztok!